A betörések, lopások száma a nyári időszakban mindig magasabb, mint az év más szakában. A készpénz, ékszerek, kisebb műszaki cikkek, laptopok, fényképezőgépek a leggyakrabban ellopott értékek. A tolvaj számára sok esetben elég egy nyitva hagyott ablak, amin keresztül észrevétlenül besurranhat. A földszinti, rács és riasztó nélküli lakások vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Egy kis odafigyeléssel a vagyon elleni bűncselekmények megelőzhetők, hívja fel a figyelmet a rendőrség. Ha nem muszáj a lakásban, ne tartsunk nagy értéket, készpénzt nyilván inkább a bankban, kisebb értékeket, hogyha ilyenek vannak a lakásban, azt érdemes elzárva, akár egy páncélszekrényben, lemezszekrényben elzárva tartani, egyéb értékekről pedig érdemes felvételt, fotót készíteni, hogyha ne adj Isten mégis megtörténik a baj, akkor segítsük a rendőrség körözési munkáját, könnyebb lesz majd megtalálni az értékeket, akár egy festményt, akár egy ékszert, hogyha arról van felvétel. Ma már egyre több lakást riasztóval, kamerákkal szerelnek fel, van, ahol a távfelügyeleti rendszert is igénybe veszik. Fontos, hogy ne verjük nagy dobra, ha nyaralni indulunk, csak a közvetlen család és a szomszédok tudják, ha elutazunk. Az internet világában sokan Facebookon posztolják éppen hol járnak, merre járnak, és hát sokszor ezt nem csak a legszűkebb környezet, hanem mások is, az ismerősök ismerősei is láthatják, és akár ezek között olyan ember is lehet, akinek eszébe jut, hogy bizony egy üresen álló lakás milyen lehetőségeket tartogat. Tehát fontoljuk meg, hogy mikor tesszük közzé a nyaralási képeket. Szerintem nem késünk le semmiről, ha már csak akkor posztoljuk azokat, amikor haza tértünk. A lopások jelentős része nyáron a strandokon, vízpartok közelében történik. Ide sem érdemes magunkkal vinni túl sok készpénzt, ékszereket, drága mobiltelefont. A legtöbb strandon van értékmegőrző, érdemes ezeket használni. Klasszikus hiba, hogy törölközővel takarják le értéktárgyaikat, akik fürdeni mennek, ez még inkább felhívja a tolvajok figyelmét. A leparkolt gépjárművekből mindig minden értéktárgyat ki kell venni, ez aranyszabály. A rendőrség összefoglalta a nyári bűnmegelőzésre vonatkozó tanácsaikat, amelyek a rendőrség honlapján elolvashatók.